Jó estét kívánok! Engem Földes Lászlónak hívnak, és Ágika azt kérte tőlem, hogy az öngyógyításnak a módszereiről beszéljek nektek, úgyhogy kezdjük akkor. És akkor az előadás második felében pedig Istvánnal fogunk beszélgetni, szintén gyógyító módszerekről. Ahhoz, hogy öngyógyításról lehessen szó, először meg kéne beszélnünk az, hogy mit jelent az, hogy egészség. Jó, tehát mi mit értünk az alatt a dolog alatt, hogy egészség? Ugye a WHO szerint az egészség az, amikor az illetőnek nincsenek testi, lelki, tudati tünetei, nincs semmiféle testi, lelki, tudati panasza, és szociális jólétben él. De hát ez nem feltétlenül az, amit mi keresünk, hogy ez lenne az egészség. Az alternatív medicína azt mondja, hogy az egészség az a szabadság állapota. Jó, tehát a szabadság állapota azt jelenti, hogy az illetőt, mindannyiunkat külső ingerek érnek, meg belső ingerek is érnek, és ezekre az ingerekre mindig adekvát választ adunk, és ez az adekvát válasz, ez megfelel az inger irányának és az inger erősségének. Jó, tehát tulajdonképpen az egészség állapota az a szabadság állapota, amikor teljesen szabadon reagálunk. Mit akarok ez alatt mondani? Mondok egy példát, hogyha megyek az utcán és elkezd kergetni engem egy medve, akkor nyilván ordítva elrohanok. Ez egy adekvát válasz. De hogyha rám nyivákol egy kis cica, és én ordítva elrohanok, az nem egy adekvát válasz. Ez ugye érthető. Jó, tehát akkor vagyok egészséges, hogyha mindenféle ingerre adott válaszom, az megfelel ennek az ingernek, az inger erősségének és az inger irányának. Jó, tehát ezért azt mondjuk, hogy az egészség az a szabadság állapota, a betegség az meg a szabadság hiánya, mert az illető minden esetben valamiféle torz reakciót ad. Tehát például elmegy egy házi buliba, és ott mindenki jól érzi magát, és mindenki mosolyog, és mindenki táncol, ő benne pedig ez a fajta közösség élmény azt váltja ki, hogy ő beül a sarokba és szomorkodik, mert úgy érzi, hogy neki nincsen barátja. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem feltétlenül testi betegség, de semmiképpen nem az egészség állapota, mert ugye nem szabadon reagál, hanem egyfajta ilyen torz út mentén jön létre a reakciója. Jó? Tehát ez maga az egészség. Akkor nézzük meg, hogy mi az, ami betegséget okoz, vagy mi az, ami elveszi az egészséget, ami a betegségünket létrehozza. És akkor itt megint különböző szempontjaink lehetnek. Van a modern orvoslás, ez a jelenlegi akadémikus orvoslás. Hát itt a betegségek okai azok általában kívülről jönnek. Tehát kórokozók okozzák, vírusok, baktériumok, gombák, paraziták, mérgező anyagok okozzák, valami külső hatás okozza, mint elektromágneses sugárzás, vagy smog, vagy okozhatja valamiféle genetikai probléma, amivel megszülettünk, okozhatja valamiféle szociális torzulás, háborúk, stb. Tehát a betegségek okai, azok a modern orvoslás szempontjából mindig valahonnan, vagy szinte mindig valahonnan kívülről jönnek, és azért külső helyen, külső okokban keressük azt, hogy mi a betegségnek a létrejötte. Ha átváltunk egy másik szemléletbe, mondjuk egy távol-keletibe, akkor a kínai medicína azt mondja, hogy a betegség az nem kívülről jövő probléma, hanem a betegség az egy olyan helyzet, ami egyensúlyt teremt bennünk. Ugye a kínaiak úgy fogják fel a világot, ugye a tradícióban úgy fogták fel a világot, hogy a mi sorsunk, ők úgy mondták, hogy szerencse, tehát a mi sorsunk az három dologtól függ. Az egyik dolog az, amivel megszülettünk, és akkor ezen nem tudunk mit változtatni. Tehát amivel megszülettünk, amilyen szerencsével vagy sorssal megszülettünk, azon nem tudunk változtatni, de ugyanakkor tudjuk vizsgálni. Ugye erre van a kínai asztrológia, ami ezt vizsgálja. A második oszlopa ennek a hármasnak, ez a környezet, amiben felnőttünk. Tehát ha belegondoltok, ha megszületik két kisgyerek ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen, akkor tulajdonképpen a születési képletük teljesen egyforma. De az egyiket aztán hazaviszik egy kacsalábon forgó kastélyba, a másikat pedig hazaviszik a híd alá, mert nincs hol lakniuk máshol. Teljesen nyilvánvaló, hogy eltérő lesz az életük, bár ugyanazzal születtek, ugyanazzal a képlettel születtek. Tehát a második nagyon fontos szempont a kínaiaknál, ez a környezet, ahol az illető felnő, ez ugyanolyan erővel esik latba, mint maga a megszületésnek a képlete. És a harmadik, ami az életünknek az harmadik egy harmadát adja, az pedig az, amit mi a saját szabad akaratunkkal
a saját életünkön formálunk, vagy éppen elhanyagolunk. Tehát a szabad akarat az, amitől az ember a sorsát és a környezetét egészségesen tudja élni, vagy nem tudja egészségesen élni. A betegségek általában olyankor jönnek, mondják a kínaiak, amikor ez a harmadik egyharmad, tehát a saját szabad akaratunk, az nem, hogy mondjam, nem működik együtt az előző két harmaddal, tehát a születéssel és a környezettel, és a szabad akaratunkból eltérünk ettől az úttól, és akkor jön a külvilág, ami bennünk létrehozza újra az egyensúlyt. A kínaiak azt mondják, hogy a világon minden egyensúlyban van. A növények, az állatok, az ásványok, minden egyensúlyban van, kivéve az ember, aki rendszeresen kilép ebből az egyensúlyi helyzetből, mert az embernek van szabad akarata. Az állatoknak, növényeknek nincsen. Ők arra haladnak, amer a sorsuk irányítja őket, az ember nem. Tehát ő rendszeresen kilép ebből az irányításból, és a kilépéssel ő kibillen az egyensúlyból, és akkor jön a világ, és visszaállítja benne erőszakkal, visszaállítja benne az egyensúlyt, és az erőszakkal visszaállított egyensúly, ez megjelenik bennünk, meg hát mindenkiben, valamiféle testi vagy pszichés betegségek formájában. Tehát tulajdonképpen a kínaiak azt mondják, hogy a világot, ha nem jól éljük, ha nem jól vizsgáljuk, nem jól látjuk, akkor az betegséget fog bennünk létrehozni. Tehát semmiképpen nem kívülről keresik a betegségnek az okát, hanem valahonnan belülről, a saját döntésünk miatt jön létre ez a probléma. Az indiai orvoslásban, és itt most elsősorban az indiai homeopátiáról beszélek, itt szintén arról van szó, hogy az ember, amikor megszületik, akkor úgy születik meg, hogy megszületik emberként, tehát ugye az ember az egy evolúció folyománya, és az evolúció egyelőre a csúcsa, hát nyilván nem ez a csúcs, innen még majd lehet tovább menni, de egyelőre ez a csúcsa az evolúciónak az ember, és hát mi, ahogy az ember fejlődik, ugye vagy átmegy mindenféle előzetes fázisokon, tehát átmegy bizonyos értelemben a növényi fázisokon, átmegy bizonyos értelemben az állati fázisokon, és ezek a fázisok az emberben nyomot hagynak. És hogyha az ember nem jól éli az életét, tehát saját maga nem jól éli az életét, akkor valamelyik fázis, vagy az ásványi, vagy a növényi, vagy az állati fázis, az elkezdi a saját jellegzetességet megvalósítani az ember működésében, ami ugye az ember működésével nem összeegyeztethető, mert egy ember nem tud úgy élni, mint egy leveli béka, vagy nem tud úgy élni, mint egy kvarckristály. És akkor abban a pillanatban, hogy ezek a dolgok elkezdenek kijönni az emberből, ez betegséget okoz. Tehát az indiai homeopátia is azt mondja, hogy a betegséget nem kívülről kell keresni, hanem saját magunkon belül kell megkeresni. Igen. A mai modern alternatív medicína ugyanezeket mondja, azt mondja az alternatív medicína, hogy a betegségek mindig úgy jönnek létre, hogy van bennünk egyfajta nem kompenzált, mondjuk úgy dekompenzált gondolat, vagy egy dekompenzált érzés. A dekompenzált az azt jelenti, hogy nem megfelelő a reakciónk arra a dologra, tehát ahogy megbeszéltük, hogy mi az egészség. Tehát van egy nem megfelelő reakciónk arra az adott ingerre, ami állandósul. És akkor kialakul bennünk egyfajta rossz szellemi, vagy egyfajta rossz lelki irányítás, és az egyensúlyt úgy hozza létre a világ, hogy ennek megfelelő, tehát a lelki vagy tudati zavarnak megfelelő fizikai testi tünet jön létre, és ezzel megint létrejön az egyensúly. Ezek érthetőek, amit mondok? Gondolom, igen. Jó, tehát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az összes tradicionális gondolkodás, az összes tradicionális medicina irányzat nem azt mondja, hogy a problémák kívülről jönnek, hanem azt mondja, hogy a problémák bennünk vannak, és mi magunk okozzuk saját magunknak a betegségeket. Még akkor is igaz ez, ami teljesen nyilvánvalóan kívülről jön. Tehát, hogyha valakit elüt egy autó, akkor látszólag, vagy hát nyilvánvalóan a probléma kívülről jön, mert elütötte az autó, és ő eltörte mondjuk a lábát. De csak annak törik el a lába, vagy csak azt ütheti el az autó, mondja ez a fajta gondolkodás, akiben benne van az a fajta hajlamosság, hogy az ő egyensúlyát úgy lehet létrehozni, hogy létrejön egy baleset, és eltörik egy csontja. Tehát csak az emberrel, vagy csak azzal az emberrel fordulhat elő ilyen probléma, akiben ez a fajta egyensúlytalanság megvan. Ha belegondoltok, itt volt nemrégen a Covid. Igen, nagyon-nagyon sokan megbetegedtek, de nem betegedett meg mindenki. Volt, aki annyira megbetegedett, hogy belehalt. Volt, aki annyira megbetegedett csak, hogy egy-két napig nem érzett szagokat. Volt, aki egy pár napig lázas volt, és aztán kigyógyult belőle. És volt, aki nem betegedett meg egyáltalán, és nem csak azok, akik
oltást kaptak, hanem nem kaptak oltást, mégsem betegedett meg. Tehát tulajdonképpen bennünk van az a táptalaj, amit egy külső dolog vagy kivált, mint betegséget, vagy nem. Tehát mi magunk hozzuk létre azt a lehetőséget, hogy betegek legyünk, ezért minden esetben a gyógyításnak olyannak kell lennie, hogy magunkat kell átformálni. Mert ha magunkat nem formáljuk át a külvilágban, hiába keresünk a betegség okát, ott nincsen benne. Jó, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a külvilágban meglévő dolgok, azok számunkra meglévő dolgok. Tehát pontosan egyikünk sem tudja, hogy milyen a külvilág. Csak azt tudjuk megmondani, hogy számunkra milyen a külvilág. Ugye van egy ilyen fogalom, hogy elsődleges jelzőrendszer, amit biztosan hallottatok, az elsődleges jelzőrendszer embernél is, meg mondjuk fejlettebb állatoknál is, az az öt érzékszerv. Ugye a látás, a hallás, a szaglás, az ízlelés és a tapintás. Ez az öt érzékszerv. Ez az elsődleges jelzőrendszer. Ilyen van az embernek is, de van a kutyánknak is, meg a macskánknak is van elsődleges jelzőrendszere. Aztán van úgynevezett másodlagos jelzőrendszer, ez már csak az embernek van. A másodlagos jelzőrendszer az az, hogy az ember, amit tapasztal az öt érzékszervével, azt hogyan mondja el? Igen? Hogyan írja le? Látok valamit, és azt hogyan írom le? Hallok valamit, és azt hogyan írom le? A másodlagos jelzőrendszert így hívjuk, sokszor a pszichológiában, meg ilyen szuggesztív módszerekben ezt a másodlagos jelzőrendszert úgy nevezik, hogy modalitás. Jó, tehát a modalitás tulajdonképpen az, hogy az általam tapasztalt dolgokat, látszólagos tényeket, azokat én hogyan mondom el. És aztán az érdekes az, hogy nem csak elmondom, mint a másodlagos jelzőrendszer, hanem megmutatom a hozzávaló viszonyulásomat is. Ezt úgy hívjuk, hogy szubmodalitás, ugye szub alatta lenni valaminek. A szubmodalitás az az, ami magát a modalitásunkat felépíti. Igen, a szubmodalitás az lesz, hogy én hogyan viszonyulok ahhoz a dologhoz, amit elmondtam, hogy mit tapasztaltam. Ez így érthető? Tényképpen a szubmodalitás azt mondja, vagy azt mutatja meg, hogy bizonyos dolgokhoz hogyan állok hozzá. Valaki azt mondja, hogy ez a csengő, ez nagyon szép. Mindenki csengőt lát. Igen, mindenki látja, hogy ez részből van és sárga. És ez szép. Valahogy mindenki elmondja, hogy ez egy csengő, de aztán mindenki elmondja a hozzávaló viszonyulását. Ez a szubmodalitás. Nekem például tetszik. Lehet, hogy neked egyáltalán nem tetszik. Ugyanarról a dologról másképpen nyilatkozunk. Tulajdonképpen a szubmodalitás az, ami a saját életünket felépíti. Mert a saját életünk úgy jön létre, ezt most még mindig a betegségekkel kapcsán mondom, hogy bennünk jön létre a betegség. Tehát a szubmodalitás az, ami felépíti azt a világlátásunkat, ahogy a világot fogadjuk. Tulajdonképpen számunkra a világban csak olyan dolog létezik, amit mi magunk képesek vagyunk ott meglátni. Csak olyan dolog létezik a világban, ami bennem is létezik. Igen? Jung azt mondta erre, jó réggel ezelőtt, azt mondta erre Jung, hogy a külvilág az a befagyott tudattalanom. Tehát tulajdonképpen csak azt vagyok képes a külvilágban meglátni, ami a saját tudattalanomban benne van. Ami nincs benne a tudattalanomban, az a külvilágban sem létezik. Ha az én külvilágom tele van félelemmel, meg félelmet keltő dolgokkal, az csak azért lehet, mert a saját tudattalom tele van félelemmel. Azért vagyok képes a külvilágban ezt meglátni. Hogyha a külvilágban én csak azt tapasztalom, hogy minden szép és jó, az azért van, mert bennem, a tudattalanomban minden szép és jó, ezért csak azt látom. Volt egy Wayne Dyer, biztosan hallottatok rá, egy Wayne Dyer nevű amerikai ilyen spirituális tanító, és az ő egyik leghíresebb mondása az az, hogy egy pessimista ember egy olyan világban él, ami iszonyú negatív és félelmet keltő. Egy optimista ember olyan világban él, ami nagyon boldog és örömteli. De tulajdonképpen ez a két világ, ez ugyanaz az egy világ. Tehát itt semmi más nem különbözik a világban, csak az, hogy az illető hogyan áll hozzá, ahhoz, amit tapasztal. És ezt, hogy hogyan állunk hozzá, ez tulajdonképpen a saját szubmodalitásunk, ahogy mi a dolgokról vélekedünk, ahogy mi a dolgokat megítéljük, ahogy mi a dolgokhoz hozzáállunk. Ezért teljesen nyilvánvaló, hogyha valaki fél a betegségektől, az csak azért lehet, mert benne félelmek vannak. Ha valaki fél a meghalástól, az azért van, mert benne félelem van. Ha valaki nem fél ezektől a dolgokról, az nem azért van, mert ő összebarátkozott ezzel az egésszel, benne nincsen félelem.
ez így gondolom érthető. Jó, tehát teljesen egyértelmű, azt gondolom, legalábbis számomra teljesen egyértelmű, hogy a betegségek azok a bennünk lévő rossz viszonyulások a világhoz. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mind egészsége, de csak olyankor jön létre a betegség, amikor az én világlátásom torz. Amikor nem azt látom a világban, ami számomra hasznos lenne. Ha rosszul látom a világot, rosszul érzékelem a világot torzan, akkor az előbb-utóbb betegséget hoz létre, mert a világ vissza akar kényszeríteni engem az egyensúlyi állapotba, ahonnan kiléptem, és ettől a perctől kezdve ez bennem egyfajta kényszer lesz, tehát egyfajta testi betegség fog kialakulni. Tehát akkor ennyit az egészségről és a betegségről. Ha megyünk tovább a diagnózis, erre külön fölhívta figyelmet Ágik, hogy erről mindenképpen beszéljek. A diagnózis, ugye rengeteg diagnosztikai eljárás van, ugye mai modern orvoslásban mindenki tudja, van labor, EKG, EEG, MR, CT, ultrahang, mindenféle diagnosztikai eljárás van. Gyakorlatilag ezek a diagnosztikai eljárások a fizikai testet és annak a működését igyekeznek valahogy detektálni, de ezen túl semmi mást. Semmi mást. Ugye a kínai medicinának, az indiai medicinának, a homeopátiának, az alternatív medicinának megvannak a saját módszerei, a saját vizsgáló eljárásai. Ugye a kínaiaknál vannak ezek a nagyon híres vizsgáló eljárások, mint a kikérdezés, tapintás, szaglás, hallgatás, ugye ezek a fő lépései a kínai medicinának. Hasonlóak az indiai medicinában is a technikák, maga a diagnózis, és hát az alternatív, a jelenlegi modern alternatív medicinában is hasonlóak a módszerek. Tehát igyekszik az összes ilyen távol-keleti vagy alternatív módszer kicsit túlnézni azon, hogy a fizikai testet diagnosztizáljuk, hanem ennél többet kell tudnunk ahhoz, hogy tudjunk segíteni. Ugye? A távol-keleti eljárások, meg a mai modern alternatív medicina az azt gondolja, hogy az ember nem a bőrénél végződik, hanem azon jóval túl, tulajdonképpen nem végződik sehol, csak azon jóval túl is létezik az ember, és ezeket is bele kell foglalni a diagnosztikai eljárásokba ahhoz, hogy tudjuk pontosan azt, hogy mi zajlik le benne. És akkor amire mindenképpen szeretném felhívni a figyelmeteket, mert hogy Ági ezt kérte, hogy ezt feltétlenül mondja, mert ez az öndiagnózis, jó? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Ezt most nagyon komolyan mondom, az öndiagnózis. Ez ma jellemző. Én rendelek, tehát nekem vannak pácienseim, és nagyon sokan jönnek úgy, akik tudják így, hogy nekik mi bajuk van, mert kiolvasták az internetről, hogy neki biztosan gyomorrákja van. Pedig egyáltalán nincs az. Jó, tehát ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát rosszul diagnosztizálni saját magunkat, az nagyon veszélyes, mert egyrészt ugye ijegységet kelt, mert az ember nyilván a lehető legrosszabb verziót fogja magáénak tudni, mert attól fél a legjobban. Tehát, hogy valami halálos betegsége van, és 13 perc múlva ő már nem lesz itt az élők sorában. Persze ez általában nem jön be, de mégiscsak hatalmas ijegység. A másik, hogyha rossz a diagnózis, akkor nincs jó kezelés. Jó, tehát ahhoz, hogy saját magunkat jól tudjuk kezelni, ahhoz nyilván a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy pontosan mi a baj. Ha nem tudom pontosan mi a baj, akkor nem fogok tudni magamon segíteni. Most ugye öndiagnózis és önkezelésről van szó. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a diagnózist azt mindig szakember állítsa fel. Jó, ez bárki lehet szakember, de szakember legyen. Jó, tehát lehet hivatalos medicinában dolgozó orvos, aki diagnosztizál, lehet alternatív medicinában dolgozó szakember, aki jól diagnosztizál, de aki nem szakemberrel végezteti a diagnózist, vagy ő maga állítja fel saját magáról a diagnózist, az nagyon nagy hiba lehetőség, és általában hiba is. És ez sajnos igaz arra is, hogy vannak ezek a mesterséges intelligenciával működő diagnosztikai eljárások, ez sem megbízható, ha az illető nem szakember. Hiszen aki nem szakember, az nem tudja jól értelmezni a saját tüneteit, nem tudja jól leírni a saját tüneteit, nem tudja, hogy pontosan mi az. Megkapja a válaszokat adott esetben, azokat sem fogja tudni jól értelmezni. Tehát én azt szeretném a társaságtól kérni, itt is, meg akik majd később ezt nézik, hogy ne csináljanak ilyet, hogy magukat diagnosztizálják. A diagnózis az mindig legyen szakember. Jó, mindig szakember legyen az, aki megállapítja, hogy mi a probléma, mert iszonyan mellé lehet nyúlni, és ha mellé nyúltak, akkor utána mellé fogtok nyúlni a kezeléssel is, és nem lesz hatékony a kezelés. És az senkinek sem célja, hogy ne legyen hatékony a kezelés. Az a cél, hogy jó legyen a kezelés. Jó kezelés pedig csak akkor lehet, hogyha jó a diagnózis. Jó, tehát ezt mindenképpen
én is el akartam mondani, ez egy nagyon fontos dolog, és akkor most nézzük azt, hogy saját magunkat hogyan tudjuk kezelni, mert ez a lényeg. Jó, tehát hogyan tudjuk kezelni? Ugye mikor tudjuk magunkat kezelni? Bármilyen helyzetben tudjuk magunkat kezelni. Tehát, hogyha hivatalos orvosi kezelést kapunk, gyógyszeres kezelést, vagy bármilyen kezelést, attól még a saját magunk kezelése ezzel szimultán simán mehet. Jó, tehát simán tudjuk magunkat kezelni akkor is, hogyha hivatalosan orvosi kezelést kapunk. Ha jó a kezelésünk, amit magunkon végzünk, akkor azt onnan fogjuk észrevenni, hogy azok a gyógyszerek például, amiket az orvos felírt nekünk, azok a gyógyszerek egyre inkább fölöslegessé válnak. Ezt persze nem magunknak kell diagnosztizálni, hogy fölöslegessé váltak, hanem szakembernek, aki észre fogja venni, hogy a magas vérnyomás gyógyszereket, amiket ő fölírt és te szeded, vagy valaki szedi, az már túlzás, mert túl alacsony lett a vérnyomásod, tehát vissza kell venni ezekből a gyógyszerekből. Tehát bármilyen esetben, bármilyen helyzetben végezhetünk magunkon önkezelést, és ez ne riasszon el senkit, hogy ő orvosi kezelést is kap. Az önkezelésnek még egy veszély, az önkezelésnek nem az a célja, hogy kiváltsd vele a hivatalos kezelést. Jó lenne, ha ezt meg lehetne csinálni, de nem feltétlenül eznek kell lenni a célja, és nem feltétlenül megvalósítható ez, mert vannak olyan problémák, ahol adott esetben sokáig, vagy az illetőnek az élete végig gyógyszereket kell szedni, és az önkezelésnek az a célja, hogy hatékonyabb legyen a hivatalos kezelés, kevesebb gyógyszer is elég legyen, és így tovább, és így tovább. Tehát nem kell mindenáron arra törekedni, hogy az életfontosságú gyógyszereket is levás mondjuk gyógynövényekkel. Nem biztos, hogy menni fog. Sokszor megy, de nem feltétlenül. Tehát nem szabad mindenáron görcsösen ahhoz ragaszkodni, hogy gyógyszereket kidobni a kukába, és csak és kizárólag gyógynövényekkel vagy homeopátiás szerekkel kezeld magad, nem mindig jön be, és akkor csak saját magadnak bajt okozol. Ezért csináld az önkezelést, ha úgy érzed, ha szükséged van rá, a normál hivatalos kezelés mellé, és utána hagyd azt, hogy a szakember vegye észre, hogy a hivatalos kezelés által felírt szerek vagy gyógyszerek, azok most már fölöslegesen sok. És akkor vegyenek vissza belőle, mert te kezeled saját magad. Tehát ez legyen a cél. Semmiképpen ne az legyen a cél, hogy kapj egy üveg homeopátiás szert, és azzal levált azokat a gyógyszereket, amiket tulajdonképpen nem lehet leváltani. Van egy csomó gyógyszer, amit nem lehet helyettesíteni. Sajnos. Ezt egyszerűen tudomásul kell venni. Ami még nagyon fontos, hogy ne hallgassatok olyanokra, akik a YouTube-on ilyen nagy nevű influencer, vagy hogy hívják ezeket. Jó, tehát ezekre ne hallgassatok. Itt rendszerint ostobaságokat mondanak. Amire ha hallgatsz, káros. Ugye van Magyarországon egy fitness guru, aki olyan állításokat tesz, amin egy csomó ember bedől. Volt egy ilyen állítása, hogy a rossz indatú daganatot meg lehet gyógyítani citromlével és szódabikarbónával. És hogy a piszokorvosok ezt már régesség óta tudják, csak nem mondják el, hogy a betegek nehogy meggyógyuljanak tőle. Ez az egész ostobaság. Jó? Tehát citromlé meg szódabikarbóna keverd össze, gyönyörűen fog pezsegni, valószínűleg mély hangod lesz tőle egy darabig, amíg azt megittad, de hogy ettől nem gyógyul meg a daganat, az egészen biztos. A másik okossága az volt, hogy a kokainnak, ő vizsgálta a kokainnak a képletét, meg a répacukornak a képletét, és ezek kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Nézzetek utána, egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, de ő szerint a kísértetiesen hasonlítanak egymásra, ezért van az, hogy mind a kettő függőséget okoz. Ezeknek nem szabad bedőlni. Jó, rengeteg ilyen van, csak ezt a két példát akartam elmondani, rengeteg ilyen van, ezekre nem szabad hallgatni. Jó, tehát ha valaki azt mondja, hogy ő felfedezte, hogy mi a ráknak az ellenszere, egyél citromlevet szódabikarbónával, vagy bármi mást, akkor ezt nem szabad elhinni. Ilyenek miatt nagyon sok beteg megszakítja a hivatalos kezeléseket, és ezzel gyakorlatilag bajba sorolja saját magát. Ezt nem szabad. Na akkor nézzük, hogy milyen kezelések lehetnek. Jó, tehát mik lehetnek azok, amik számunkra fontosak lehetnek, és kezelések. Tehát ezekről nem szeretnék beszélni, miről már mindenki tud. Tehát az, hogy egészséges életmód. Ezt mindenki tudja. Ha valaki beteg, akkor váltson át egészséges életmódba, felejtse el mindenféle rossz szokását, tegye félre, táplálkozzon egészségesen, használjon gyógynövényeket, szedjen homeopátiás szereket,
Ezeket mindenki tudja. Menjen el légző gyakorlatokat végezni, meditáljon, stb. Ezeket nem szeretnék beszélni, ezeket mindenki tudja. Én olyanokról szeretnék beszélni, amit relatíve kevesen tudnak, vagy nem tudják jól. Úgyhogy én a mantráról jöttem, egy Mantra Szabad Egyetemről jöttem, úgyhogy ilyen mantrás szempontok alapján mondanám el egy néhány öngyógyító módszert, amit nagyon egyszerű megvalósítani. És aztán holnap délelőtt a gyakorlaton megmutatnám, hogy hogy kell ezeket megcsinálni. Mert hogy nagyon egyszerű megcsinálni, csak aki nem tudja, hogy hogy kell, az nem tudja megcsinálni. Kezdjük az elsővel, ami az egyik legprovokatívabb öngyógyító módszer, és a legtöbb embert megosztja, mert az egyik csapat azt mondja, hogy hát ez teljesen elfogadható, a másik azt mondja, hogy ez gusztustalan és undorító, és szóba sem jöhet, ez pedig a vizeletterápia. Ezt biztosan mindenki imádni fogja, ezt a témát. Ez egy nagyon fontos dolog, a vizeletterápia. A vizeletterápia az tulajdonképpen gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Az indiai orvoslásnak és a kínai orvoslásnak az első írott anyagai azok ilyen 4500 évvel ezelőtt írottak, és már benne van a vizeletterápia. Hogy azt hogyan és milyen módon lehet felhasználni, úgy, hogy ez működjön. A vizeletterápia az egy fantasztikus dolog, egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Tulajdonképpen a vizeletterápia az úgy néz ki, most elmondom a legegyszerűbb verziót. A legegyszerűbb verzió az, hogy az ember a reggeli vizeletéből, a reggeli első vizeletéből, a középsugárból, nem az elejéből, meg nem a végéből, a középsugárból kivesz kb. Egy fél decit, és azt bevágja a gallér mögé. Kész. Ennyi a vizeletterápia, ezt naponta egyszer kell megcsinálni, és ennyi. Nagyon sokan foglalkoztak már a vizeletterápiával, különben a vizeletterápia az távol-keleten egy teljesen elfogadott módszer. Én jártam többször Indiában, és voltam kórházakban, hivatalos kórházakban, ahol rendes kórházi osztályok vannak, olyanok, mint nálunk Magyarországon. És ott a hivatalos kezelés mellé alkalmazzák a vizeletterápiát, a homeopátiát is, de a vizeletterápiát is használják, például a daganatos betegeket minden nap bemasszírozzák vizelettel. És megesküsznek rá, hogy sokkal hatékonyabb mindenféle kezelés, mintha ezt nem csinálnák. Tehát a vizeletterápia egy nagyon régi dolog, nagyon sokan kutatták, hogy az a vizeletterápia, ez mitől lehet hasznos, vagy mitől hat. Ugye a vizeletben rengeteg olyan anyag van, azt gondoljuk, a vizeletben csak mérgező anyagok vannak, nem. Tehát, hogy salakanyagok és mérgező anyagok, ez nem igaz. A vizeletben van egy csomó hasznos anyag is. Tehát van egy csomó olyan anyag, ami ilyen hormontöredék, vagy vannak olyan anyagok, ami egy darabig a vizeletből vonták ki azt az anyagot, ami ha, persze sterilen, ha a vénába befecskendezzük, vagy közvetlenül a probléma helyére befecskendezzük, akkor feloldja a trombusokat, a vérrögöket. Tehát ilyen anyagot is a vizeletből vontak ki, tehát rengeteg hasznos anyag van a vizeletben. Egy hosszú ideig azt gondolták, hogy a vizeletterápia azért működik jól, mert egy csomó hasznos anyagot visszaviszünk a szervezetbe, és akkor ez a szervezetnek jó. Az érdekesség ennek az, hogy kipróbálták eszméletlen betegeken a vizeletterápiát, mindig saját vizeletről van szó nyilván, tehát kipróbálták úgy, hogy az órán keresztül egy vékony gumicsővel lementek a gyomraig, gyomorszondának hívják, és a gyomorszondán, ahol a táplálékot is adták, meg a folyadékokat is adták, ott beadták a vizeletet is, közvetlen a gyomrába. És semmi hatása nem volt. Ugye, hogyha itt anyagokról kéne beszélnünk, hogy a vizeletben anyagok vannak, amik hasznosak, akkor ha az direkt a gyomrába kerül, hát akkor benn van az anyag, és végül is akkor kéne, hogy hasson, de nem hatott egyáltalán. Csináltak egy kontrollcsoportot olyan betegekkel, akiknél úgy használtak a vizeletterápiát, hogy az illető gargarizált a vizelettel, és kiköpte. Nem került be anyag, mert ugye kiköpte. De ugyanakkor a vizeletnek megvolt az a fajta hatás, az a kellemes segítő hatás, amit vártak ettől. Tehát úgy tűnik, hogy a vizeletterápia az nem az anyagok beviteléről szól, hanem valami másról. A vizeletterápiát felhasználják úgy, hogy sterilen szemcseppet készítenek belőle, és akkor szembe lehet csöppenteni. Csinálnak orrcseppet belőle, csinálnak belőle fülcseppet. Ugye mondtam, Indiában beledörzsölik a bőrbe. És hát aki meg csak úgy használja, az meg egyszerűen kortyol egyet belőle, és kész. Ha belegondoltok, hogy milyen helyeken használják a vizeletterápiát, ha izomba fecskendezik bele injekció formájában, nem használ egyáltalán. Tehát itt akkor most elgondolkodhatok, hogy
miért ezeken a helyeken használ. Ugye ezek a helyek, amik mondtam, ezek érzékszervek. Ugye a szem, az orr, a fül, a száj, a bőr, ezek mind érzékszervek, és érzékszerveken mi kerül be az emberi szervezetbe? Információ. Így van? Tehát minden információ érzékszerveken keresztül kerül be az emberi szervezetbe, tehát tulajdonképpen a vizeletben információ van. És ez az információ az, ami végül is a szervezetnek a működését rendezi. Hogyan tudja rendezni? Már szerintem tavaly is, meg 2-3 évvel ezelőtt én már beszéltem itt információ blokkolásról, talán aki volt már emlékszik rá. Itt most nagyon röviden mondanám el, hogy mi az, hogy információ blokkolás. Az információ blokkolás egy olyan mechanizmus, amikor a maga szerkezet, ugye az emberi testnek a szerkezete generál a testben és a test körül generál egy elektromágneses mezőt. Ezt meg lehet mérni műszerekkel, ezt az elektromágneses mezőt. Maga az elektromágneses mezőnek a szerkezete, tehát az összetétel, idézőben az összetételét, az egyértelműen egyezik a fizikai testnek a szerkezetével, amiből ő származik, mármint az elektromágneses sugárzás. És ennek az elektromágneses sugárzásnak van egy olyan tulajdonsága, hogy bizonyos külső sugárzásokat le tud árnyékolni. Nem engedi be. Ezt egy Édi nevű biológus elnevezte biológiai ablakoknak. Jó, tehát az elektromágneses mezőnkön vannak biológiai ablakok, amik a külső sugárzások egy részét leárnyékolják, és nem engedik, hogy belépjen. Tehát ezek a biológiai ablakok nem betonból vannak, mert tehát az elektromágnesesség. Tehát ha túl erős vagy túl hosszú a külső sugárzás, akkor tör magának egy biológiai ablakot és belép. És akkor betegséget okoz. Na most, hogyha megváltozik a szerkezet, és ugye a krónikus betegségeknél mindig megváltozik a szerkezet, nem csak a működés változik meg, hanem a szerkezet. Egy másfajta szerkezet, egy krónikusan beteg szerkezet, egy másfajta mezőt generál saját maga körül, és ennek a másfajta mezőnek másfajta biológiai ablakai lesznek. És ezek a másfajta biológiai ablakok, ezek leárnyékolják azokat a gyógyító jeleket, amik a szervezet egészséges részéről jönnek. Ez így követhető? Követhető. Ugye nem akarom most részletesebben, mert most nem ez a témánk. Tehát egyszerűen a krónikus betegség azért jön létre elektromágneses szempontból, azért jön létre, mert kifejleszt magában olyan biológiai, vagy maga körül olyan biológiai ablakrendszert, ami a szervezet egészséges jeleit leárnyékolja, és az nem tud bemenni, és nem tudja őt meggyógyítani. Tulajdonképpen ezt hívjuk információblokkolásnak, amikor a beteg rész és az egészséges rész egymástól el van különítve, és az egészséges rész nem tudja pontosan, hogy mi van a beteg részben, mert onnan jel nem jön ki, mert ugye blokkolt a biológiai blokk. A beteg rész nem tudja, mi az egészséges körülötte, mert hát ugyanezért az információblokkolás miatt nem tudja, hogy mi zajlik körülötte. És tulajdonképpen akkor ebbe az egészben hogyan kapcsolódik bele a vizeletterápia? Úgy kapcsolódik bele, hogy a vizelet ugye úgy képződik, hogy a vér az átmossa az egész testet. Átmossa a betegséget is nyilván. Ezért a vizeletben benne vannak a betegségre jellemző jelek is. Ez így érthető? És ha ezt visszavisszük egy bármilyen érzékszerven keresztül, akkor tulajdonképpen azt csináljuk, hogy a betegségnek a jeleit megmutatjuk a szervezet egészséges részének, amit ugye ő nem tudhat, mert információblokkolás van a beteg és az egészséges között. És most a vizeletterápia, vagy a vizelet maga, a benne lévő információ megmutatja, hogy milyen betegség zajlik a testben, és ettől a perctől kezdve a test egészséges része el tud kezdeni kidolgozni egy stratégiát, hogy ezt a betegséget hogyan kell meggyógyítani. Ez így érthető? Tulajdonképpen ezt úgy hívjuk, ezt a fajta mechanizmust úgy hívjuk, hogy izopátia. A homeopátiának a mintájára, a homeopátia az ugye hasonló. Ugye a homeo hasonló. Az izopátia az ugyanaz. Jó, tehát az izopátia az, amikor a betegségnek a jeleit, konkrétan az ő tényleges betegségének a jeleit mutatjuk meg a szervezet egészséges részének, hogy tessék, ez zajlik benned, ezzel ellen kell valamiféle stratégiát kidolgozni. Tehát ha belegondolt, végtelen egyszerű a vizeletterápiának a működési mechanizmusa, és már meg is van, hogy mit kell csinálni. Jó, tehát a vizeletterápia egy kiváló gyógymód. Nyilván itt a csapatban, meg akik majd otthon is nézik ezt a előadást, egy csomóban az lesz benne, vagy csomótokban az van, hogy fúj, ez micsoda egy vizeletterápia. Ki képes azt meginni a saját vizeletét? Csak szokás dolga különben, tehát meg lehet szokni. De holnap fogok mutatni egy módszert, ami nagyon egyszerű módszer, hogy hogyan kell
vizeletterápiát úgy használni, hogyan kell vizeletterápiát saját magadon végezni úgy, hogy ne kelljen meginni a saját vizeletedet, hanem felhasznod mintaként, és bemásolod valahova máshova, és minden információjával együtt, és akkor úgy használod a vizeletterápiát, úgy, mert mindenki vidáman fogja inni a vizeletről másolt vizet, mert a vizeletet magát nem kell meginni, ezt majd holnap megmutatom. Ez nagyon egyszerű módszer, hogy kell ezt megcsinálni. De mindenképpen a vizeletterápia az egy, igazából a kínaiaknál, meg az indiaiaknál a vizeletterápia nem egy terápia, hanem az egy életforma. Tehát valaki ezt elkezdi használni 30 éves korában, és 90 éves koráig, amíg meg nem hal, használja. Mert hogy tulajdonképpen ez a valami, ez megelőzésre is jó, ha belegondoltok. Mert ha elkezd valamiféle betegség kialakulni, tehát valami nagyon kezdeti stádiumban van, annak az információi, azok a vizetben már megvannak. Tehát mielőtt a betegség kialakul, a szervezet egészséges részét már tudja tájékoztatni a vizelet arról, vagy hát a benne lévő információ arról, hogy mi az, ami készülőben van. Ezért ez megelőzésre is jó, nem csak terápiára is. Tehát nem csak terápiára, bocsánat, hanem megelőzésre is jó. Tehát ez egy jó módszer. Aztán nézzük, hogy miket írtam össze. Akkor mondom a párját, jó, a vizeletterápiának a párját, amit sokszor együtt használnak. És ez pedig a böjt, ami szintén egy fantasztikus gyógymód. Bár az ember azt gondolja, hogy a böjt az kínzás. Itt, amikor azt mondom, hogy böjt, akkor nem arról beszélek, hogy valaki húsevő, de péntekenként nem eszik húst. Jó, tehát nem, ez nem böjt, ez vicc. Ez nem a böjt. A böjt az, amikor nem eszel semmit. Semmit az ég adta a világon, hanem iszol vizet, és kész. És naponta megiszol 4-5-6 liter vizet, és semmi más nem eszel. Tulajdonképpen a böjt az egy brutális nagy tisztítás a szervezetnek, mert iszod a vizet, és nem viszel be semmit a szervezetbe. És a szervezet, ugye a böjtnél van egy érdekes mechanizmus, ugye magának a böjtnek három fázisa van. Az első fázisa az olyan 12-14 órán keresztül tart, tehát abba hagyod az evést, és a rákövetkező 12-14 óráig tart az első fázis. Ez az a fázis, amikor a májban lévő cukorraktár kiszabadul a májból, és igyekszik a csökkent vércukorszintet megemelni. Ezt helyek közel sikerül, de a májnak a cukorraktára nem túl nagy, tehát ezen 12-14 óra múlva elfogy, és akkor az ember elkezd éhes lenni. Ezután 12-14 óra után jön a második szakasz a böjtnek, amit úgy hívunk, hogy korai nem adaptált, tehát nem állt át a szervez, nem adaptált böjtölési időszak, vagy éhezési időszak. Ez az, amikor az agy még nem tanult meg, már az agy kérek tulajdonképpen csak cukrokat képes felhasználni. Tehát azért vagyunk ingerültek, ha éhesek vagyunk, mert csökken a vércukorszint, és az agy nem tud jól működni. Az agy nem tudja átállítani ezt az anyagcsere folyamatát egyik pillanatról a másikra, cukorról valami mássá. Tehát ilyenkor ő igyekszik, vagy a szervezet igyekszik, megkészségedre, igyekszik valahogy cukrot előállítani, és ezt az aminósavakból, ugye fehérje komponensekből állítja elő ezt a cukrot, és akkor az agy egy darabig ezt fel tudja használni. Ez tart olyan 3-4 napon keresztül. És a harmadik, negyedik nap után az agy már megtanulja, hogy hogyan kell nem csak cukrokat, egészségedre, nem csak cukrokat, hanem úgynevezett ketontesteket felhasználni. A ketontestek között az egyik az aceton, az, amivel a körmüket szokták lemosni a hölgyek, a lakkot. Jó, tehát aceton, meg a társai, tehát ami zsírból jön létre, és az agy megtanulja ezt felhasználni. És attól a perctől kezdve, hogy az agy megtanulta felhasználni a ketonokat, attól a pillanattól kezdve nem számít, hogy a vércukorszint alacsony, mert az agy használja a ketonokat, és ezért az agyban nem jön létre éhségérzet. Úgyhogy a böjt az úgy néz ki, hogy az első 2-3, max. 4 napig rettentően éhes vagy, és a negyedik, vagy szerencsés esetben negyedik, szerencsétlenebb esetben az ötödik napon arra ébredsz reggel, hogy 4-5 napja nem ettél egy falatot sem, és egyáltalán nem vagy éhes. És ettől a pillanattól kezdve a böjt sokáig eltartható. Nem kell túl sokáig, tehát ha valaki nem beteg, csak sportból böjtöl, akkor csináljon 5 napot vagy 7 napot, de többet ne. Csináljon 2 hetet, de többet ne.
mert ez alatt, egy hét alatt, két hét alatt irdatlan mennyiséget tisztul a szervezet. Nyilván egy csomót fogyni is lehet, tehát hogyha valaki fogyni szeretne, azt is lehet a bőjtel, de ez elsősorban tisztulásról szól. Arról szól, hogy a szervezet átáll egy olyan működésbe, amikor kénytelen a saját szerveit vagy a saját szöveteit felhasználni ahhoz, hogy saját magát táplálja, hogy saját magát fent tudja tartani. Ugye a leghíresebb bőjtök egyike ez a Bryce típusú bőjt, ahol 6 héten keresztül kell bőjtölni, nem csak vízzel, hanem egy ilyen spéci zöldséglével, meg gyógyteákkal, és ez daganatos betegeknek van. Én a közel 40 éves praxisomban emberfej nagyságú daganatokat láttam eltűnni 6 hét alatt a Bryce bőjtől. Tehát hihetetlenül hatékony. Nyilván nem mindenki bőjtölhet, tehát hogyha már valaki nagyon gyenge, nagyon legyengült, nagyon lerobbant állapotban van, vagy kemoterápiás kezelés kap, akkor nem bőjtölhet, de előtte minden további nélkül. Ha valaki bőjtölni szeretne, akkor vagy szerezze magának hozzá szakirodalmat, hogy ezt hogyan kell, vagy kérdezzen meg olyanokat, akik értenek hozzá, vagy már bőjtöltek is, mert azért az elsőnél segíteni kell. Tehát az első bőjtnél segíteni kell, a másodiknál már nem, ott már tudod, hogy mit kell csinálni. Jó, tehát a bőjt az egy fantasztikus gyógymód. Gyakorlatilag minden betegség meg tud gyógyulni bőjt alatt. Mert hogy a szervezet mindent elbont magában bőjt alatt, ami nem odavaló, és csak az egészséges részek maradnak meg. Aztán van egy másik fajta bőjt, még azt is elmondom, az egy orosz bőjt. Ezt úgy hívják, hogy zappehely bőjt. Ezt nagyon szokták szeretni, főleg a hölgyek. Ugye a zappehely bőjtnek az a lényege, hogy semmi más nem eszel, csak zappehelyet. Megfőzhetett kásának, de akkor csak vízzel szabad megfőzni, semmit nem szabad beletenni, sót, cukrot, semmit. Csak megfőzött kásának, és azt teszed. Ennél az a feltétel, hogy ha könnyöködön jön ki már a zappehely, akkor is meg kell enni belőle naponta 25 dekát. Meg kell enni belőle. Tehát amikor már legszívesebben kidobnád, mert már annyira utálod az ötödik napon, mert annyira unalmas, hogy csak azt teszed, akkor is meg kell enni belőle 25 dekát. Ennek az a lényege, hogy a zappehely irdatlan mennyiségű rostot tartalmaz. Ugyanakkor relatíve kevés kalóriát tartalmaz. Tehát csak azt teszed, iszonyú kevés kalória van benne, viszont maga az emésztés, amíg ő végigmegy, ugye végig darálja ezeket a rostokat, maga az emésztés az hatalmas mennyiségű kalóriát igényel. Tehát az emésztési folyamat nagyon nagy mennyiségű kalóriát igényel. Tulajdonképpen becsapjuk a szervezetet, mert olyannál tetjük őt, aminek az emésztése az hatalmas mennyiségű kalóriát igényel, de ugyanakkor nagyon kevés kalóriát szolgáltat. Tehát ezért a zappehely bőjtel még jobban lehet fogyni, mint a sima vízbőjtel, mert a gyomorbérrendszer hatalmas mennyiségű kalóriát felemészt azzal, hogy ezt a szegény zappehelyet keresztül nyomja. Jó, tehát ez még egy izgalmas dolog. Aztán még a meditációról beszélnék, mint gyógymód. Jó, mint meditáció. Ugye a meditációnak, ugye medi azt jelenti, hogy közép felé haladni. Tehát tulajdonképpen a meditáció arról szól, és minden meditáció arról szól, bár ezt már biztos sokan itt elmondták a táborban, minden meditáció arról szól, hogy a tudatos gondolkodást azt teljesen lehakítani. Tehát az igazi meditáció, az a célja, végcélja a meditációnak, hogy a fejemben ne legyen se kép, se hang. Tehát semmi ne legyen. És abban a pillanatban, hogy a tudatos gondolkodást lehakítottam, abban a pillanatban itt belül az a mély belső én, ami tulajdonképpen a magasabb rendű én, vagy nevezétek, ahogy akarjátok, isteni szikra, bármi lehet, ez veszi át az irányítást. És ez pontosan tudja, hogy nekem merre kell haladnom, nekem mit kell csinálnom, hogyan kell úgy élnem, hogy egészséges legyek. Tehát tulajdonképpen a meditációnak a célja az, hogy megtanulom ennek a belső énnek átadni azt, amit eddig a tudatos gondolkodásommal intéztem. Tulajdonképpen a tudatos gondolkodásom, belegondoltok, mire vagyunk képesek emlékezni? Múltra vagyunk képesek emlékezni. Ilyen az elménk. A jövőre nem vagyunk képesek emlékezni. Fogalmunk nincs, hogy mi lesz holnap. Azt se tudjuk, hogy 5 perc múlva még élünk-e. Igen? Bízunk benne, mert eddig bármikor feltettük azt a kérdést, hogy élek-e vagy 5 perc múlva, mindig az volt a válasz, hogy tedd igen. Tehát most feltenném ezt a kérdést, mindenki azt mondja, hogy valószínűleg élek 5 perc múlva, de senki nem tudja, hogy igen. Tehát a jövőre egyáltalán nem emlékszünk, tehát a tudatos elménkkel jövőt tervezni, programokat előírni, határidőket kiírni, teljesen értelmetlen dolog, mert a tudatos elménk semmit nem tud a jövőről, semmit. Ez a belső énünk viszont igen. Ez pontosan tudja, hogy nekem merre kell haladnom, és mit kell csinálnom ahhoz, hogy,
hogy egészséges legyek. Tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a meditáció arról szól, hogy azt a szabad akaratot, amire az ember annyira büszke, hogy neki van, ezt a szabad akaratot, ezt szabad akaratból feladom. Igen? Tehát szabad akaratból feladom a szabad akaratomat, és átadom ennek a belső vezetésnek azt az irányítást, ami valódi irányítás, ahol nincs baj, ahol nem lehet mellé nyúlni. Elég lesz ez, nem? Van kérdésetek, gyerekek? Van egy kis glutén a zabba. Ez a mi a helyzet? Hát, az van, igen. Zabban van glutén. Hát, hogyha valaki gluténérzékeny, akkor az ne csináljon zabbehelyböjtöt, persze, mert van benne glutén. Akkor azt csináljon vízböjtöt csak. A kölesböjtöt? Nem, az nem jó a köles. A zab azért jó, akkor elmondom, a zab azért jó, mert ugye a kínai medicinában minden dolgot az öt elemhez kapcsolnak. És az öt elem közül van egy ilyen elem, hogy a fém elem. A fém elem az, ami a kereteket adja, tehát a határokat létrehozza. És a zab az a fém elemhez tartozó gabona. Tehát tulajdonképpen a zab egy olyan valami, fém elem mit épít fel a testben a fém elem? Ugye fölépíti a tüdőt, a vastagbelet, meg a bőrt, meg hát még egy csomó minden más apró dolgokat, de ezek a főbb dolgok. Tehát a vastagbél az, ahol a mérgező anyagok leginkább vannak. Igen? A bőr, amiben szintén egy csomó mérgező anyag lehet. Tehát tulajdonképpen a zab, az ezzel, hogy ő fémelem tulajdonságú, a zab azt tanítja a szervezetnek, hogy hogyan kell keretet szabni. Hogyan kell határt szabni a belső egészséges és a külső egészségtelen vagy beteg környezet között. Tulajdonképpen a zab ezért nagyon jó. Nem csak azért, mert ő a zab, hanem azért, mert fémelemre tanítja a szervezetet, hogyan kell határt szabni, hogyan kell keretet vonni maga köré, hogy a betegség abban ne férjen bele. Tehát ezért nagyon jó a zab, és ezért bármelyik gabonánál jobb a zab. Bármelyik gabonánál ezt meg lehet csinálni, ezt a böjtöt, de a zab kifejezetten erről szól, ugye a fémelem jellegzetessége miatt. Van esetleg kérdésetek még? Igen? Egyetlen egy dolgot, hogy van olyan mantra, amit szoktál javasolni esetleg ehhez. Ha valaki a meditációhoz? Vagy úgy általában minden nap. Hát, hogyha valaki nem ismeri a mantrákat, akkor Kuyé. Ugye volt egy Emil Kuyé nevű svájci orvosgyógyszerész, aki kutatta azt, hogy az elménk hogyan működik, és egy jó pár szabályt leírt, hogy hogyan működik az elménk, és ő például azt a szabályt írta le, hogy az első szabály, hogyha egyfajta kívánsággal teljesen sikerül kitöltenem saját magamat, akkor ez a dolog meg fog valósulni. Tehát ez a kitöltenem saját magamat, ez nem egyszerű. Hogyha valaki mondjuk beteg, súlyos betegsége van, reszket attól, hogy meg fog halni, esetleg fájdalmai vannak, borzasztóan nehéz kitöltekezni azzal az érzéssel, hogy ő egészséges hamarosan. Nem megy, mert olyan pozícióban van az egész léte, hogy ez nem megy. És erre azt mondta Kuyé, ez a második szabálya, hogy ha nincs elég hitem ahhoz, hogy kitöltekezzek, akkor a gyakori ismétlés segít. És akkor mit kell ismételni? Azt kell ismételni, amit szeretnék elérni. Ugye Kuyénak van az egyik leghíresebb mondata, amit átvettek az agykontrollba is, Szilva, ne is írja nagyon tisztességesen, hogy ez Kuyétól származik ez a mondat. Ez a mondat úgy hangzik, hogy minden nap és minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Biztosan ismeritek ezt a mondatot. És azt mondta Kuyé, hogy ezt a mondatot mondd el naponta ne 10-szer, ne 100-szor, 1000-szer. 1000-szer, mondd el 1000-szer. Nem kell egy végtében 1000-szer. Mondja 300-at délelőtt, vagy mondja 300-at délben, maradék 400-at meg mondd el este alvás előtt. De mondd el 1000-szer. És minél többször mondod el, annál inkább ez a fajta utasítás, hogy egyre jobban és jobban vagyok, ez a fajta utasítás elkezd benned változást létrehozni, valamiféle pozitív változást. Elkezd benned valamiféle jó dolog jönni, ami a betegséged ellen van, és minél inkább észreveszed, hogy ez történik, annál lelkesebben mondod tovább. Volt egy kis betegem, akkor még azt itt elmondom, csak hogy mire képesek ezek a Kuyé mondatok. Volt egy kis betegem, ő amikor jött hozzám, akkor ilyen kék színe volt mindennek ennek a terítőnek, és nylon szatyorba hozta ezt a kis picike oxigén palackot, ami folyamatosan ezen a kis szelepeken fújt bele az orrába oxigént, annyira rossz volt a tüdeje, már tüdőtranszplantációra várt. Csak hát ugye ez hosszú sor, tehát nem
tudott gyorsan tüdőt transzplantátumot kapni. Úgyhogy erre várt, és gondolta, addig bepróbálkozik valami más módszerrel. És tulajdonképpen nekem csak annyi volt a szerepem, hogy az elején ugye meglendítettem homeopátiás szerekkel. Meglendítettem azt, hogy ő kezdjen el jobban hinni abban, hogy itt innen van visszaút, és lehet gyógyulni. És amikor az megtörtént, egy-két hónap múlva, hogy ő már azt mondta, hogy igen, ő hisz abban, hogy van innen visszaút, akkor megmutattam neki, hogy van a Kuyénak egy könyve, és ott ezeket a mondatokat el lehet mondani. És ő nekiállt, és ha hiszitek, ha nem, ezeket a mondatokat, nem csak ez az egy mondat van, ez a leghíresebb mondat a Kuyénak, de van még egy csomó másik, ezeket a mondatokat ő naponta 2000-szer mondta el. 2000-szer. És egy 3-4 hónap múlva úgy jött, hogy már nem volt nála oxigénpalack. Egy év múlva beiratkozott a mantrára, és elvégezte a mantrát. Meg még az összes kis tanfolyamatom is meg lehet tanulni. Sajnos ő nincs köztünk, de nem a tüdő problémája miatt nincsen közöttünk, hanem egy baleset miatt. De a tüdő problémája gyakorlatilag megszűnt. Jó, tehát nem lett egészséges a tüdeje. Tehát nem lett belőle maratonfutó, de nem fulladt, és nem volt szüksége semmilyen oxigénre, és tüdő transzplantációra sem volt szüksége. És az egészet elérte azzal, hogy ezeket a Kuyén mondatokat mondogatta. Tehát ennek brutális nagy ereje van, ha az ember csinálja. Ha naponta 3-szor mondta volna el, akkor nem történt volna semmi. Naponta 2000-szer mondta el, éveken keresztül. Még amikor a mantrára járt, még akkor is mondta naponta 2000-szer. Pedig akkor szinte már egészséges volt. Úgyhogy ez is egy nagyon jó öngyógyító módszer, a Kuyé vonal. Ott nagyon sok mindent el lehet érni. Köszönöm szépen. Köszönöm.